csak nem 200 díj várakozott arra, hogy átadják őket Nyíregyháza városi sportgáláján a Continental Arénában. Azokat a nyíregyházi sportolókat köszöntötték így, akik 2017-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Ezek a sporteredmények, közel 200 díjazottunk van az idén is, ezek komoly teljesítményeket takarnak, és ezek a teljesítmények nyíregyházi sportolókhoz tartoznak, és a nyíregyházi sportolók Nyíregyháza hírnevét viszik tovább, és én azt remélem, hogy a versenysporton túlmenően egy példamutatást is jelentenek az összes fiatalnak. Nagyon szeretnénk, hogy kiemelkedő és maradandó tudjunk alkotni mindig itt Kelet-Magyarországban is. A rendezvényen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár beszédében azt hangsúlyozta, Magyarországon kiemelt jelentősége van a sportnak. Éppen ezért fontos a sportágak népszerűsítése, hogy minden gyermek sportoljon, és ehhez megfelelő létesítményeket tudjanak biztosítani. A sport az az egyetlen egy olyan ágazat, amivel minden területre tudunk segíteni, és egészségesebben tudunk élni, az oktatásban tudunk segíteni, hogy a családoknak tudunk segíteni, és azzal, hogy ugye minden gyermek sportoljon, ez egy célunk, ehhez megfelelő létesítményeket tudjunk szolgálni. Az is azt fogja eredményezni, hogy a sportolóink is olyan méltó közegben tudják úgymond tenni a feladataikat, meg amit szeretnének, hogy tényleg csak arra kelljen figyeljenek, amit feladatul kitűztek maguk elé. Idén az év sportolója díjat Helebrand Máté kapta, aki a nyári londoni atlétikai világbajnokságon a 6. helyen végzett az 50 kilométeres gyaloglásban. Pályafutásom legjobb szezonán vagyok túl. Hát ez a világbajnoki 6. helyezés egyértelmű, hogy a legjobb eredményem az eddigi évek során. Kétszeres olimpikon vagyok, háromszoros országos csúcstartó, de mégis erre a helyezésre vagyok a legbüszkébb. És ezen emellett az időeredményre is, mivel 5 perces országos csúcsot állítottam be, amit még Urbani Sándor tartott 2001 óta, és mivel ő nekem az egyik példaképem, ezért nagyon boldog voltam, hogy én döntettem meg az ő országos csúcsát. Az év parasportolója Veres Amarilla vívó lett. Az év utánpótlás sportolójának járó díjat Szikszai Róbert diszkoszvető érdemelte ki, az év szenior sportolója díjat pedig Szokol Diana úszó kapta. Kiemelkedő nemzetközi eredményeiért Pucsovics Márton teniszező részesült elismerésben. Az év sportolója díjakon kívül számos más kategóriában is osztottak ki elismeréseket, így díjazták többek között a kiemelkedő nemzetközi eredményeket elért sportolókat és edzőiket, a csapatsportágak legjobbjait, a városi diák és szabadidős sportrendezvényeken legaktívabb iskolákat és a városi sportéletet kiemelten támogató cégeket, de a jó tanuló, jó sportoló díjakat is kiosztották.